A kovászolni való, azaz a fürtös uborka az egyik legnépszerűbb zöldségféle ilyenkor. Az arasznyi méretű termésekből salátát és konzervet is szoktak készíteni. Magas víztartalma miatt kitűnő folyadékpótló és jelentős mennyiségű ásványi anyag tartalma miatt a nyári étkezések egyik megkerülhetetlen eleme. Kovászos uborkát hagyományos módon, de ennek a nagymestere az az édesanyám, ugye kenyérrel savanyítva napon érlelve, meg hát savany uborkát télire. Van tuti családi recept, nagyon finom, nagyon szereti mindenki. Most értünk el a nyár azon időpontjához, hogy elindult az uborka szezonja, nagyon sokan szeretik, mivel ilyenkor ezt lehet friss salátaként fogyasztani, szendvics mellé nyersen, vagy hát főként kovászos uborkát készíteni mellé, friss kapor is kapható hozzá. És azért is szeretik a vásárlók ezt az uborkát, mert egész szezonban fixen egy termelőtől hozzuk ezt a terméket, és adott a minőség, első osztályú terméket tudunk neki kínálni. Az esőzések miatt jelentős mennyiségű gombával találkozhatunk a zalai erdőkben. A piacon a leszedett kalaposok bevizsgálására hetente egyszer biztosítanak lehetőséget. Sikerült gomba szakértőt találnunk, úgyhogy újra lakossági, illetve hát az eladók részére tudunk gombavizsgálatot tartani a piacon. Egyelőre szombatonként, tehát szombaton 6-tól 12 óráig áll rendelkezésére egyrészt a lakosságnak, valamint a árusítani szándékozóknak ez a szolgáltatás. A lakosság részére továbbra is ingyenes, úgyhogy aki szeretné bevizsgáltatni, az próbálja meg úgy ütemezni, hogy szombaton délelőtt ezt meg tudja ejteni itt a vásárcsarnok emeletén, a szokásos helyen. Továbbra is sokan veszik a dinnyét, amely a szezon eleje óta olcsóbb lett. Hamarosan megjelenik a pultokon a hazai szilva és csemege kukoricával is egyre többször találkozhatunk.